Szevasztok, itt a Hétköznapi Motoros. Ennek a videónak az lesz a témája, hogy miért is azt a BMW-t választottam, amit választottam. Miért is azt a BMW-t választottam, amit választottam, és miért azzal gurulok, és miért azzal túrázok? Elég sokan kérdeztétek már tőlem azt, hogy mutassam be azt a BMW-t, amit én használok, ezt az R1200 GS Adventure-t, és hát tulajdonképpen idő az most van rá, hogy bemutassam, mert hát túra az nem nagyon lesz. Hát most tulajdonképpen ez a vírushelyzet eléggé meglőtte itt az egész évet, és nagyon nem úgy sikerült ez szerintem senkinek sem, mint ahogy eltervezte. Hát én is ezek közé tartozok, de hát nagyon sokan vagyunk ezzel így. Szóval a lényeg az, hogy eljött az idő arra, hogy bemutassam ezt a motort, és csináltam magamnak egy kis jegyzetet, hogy tulajdonképpen miről is kellene beszélnem, mert valamikor egy olyan hónapja, vagy másfél hónappal ezelőtt kimentem Hortobágyra, hogy csináljak róla egy videót, viszont annyira összeszedetlen voltam, hogy egyszerűen komolyan majdnem elsírtam magam, amikor visszanéztem a felvételeket, hogy össze-vissza beszéltem mindenről, nem volt benne egy rendszer, nem volt benne semmilyen tematika így normálisan felépítve. Vannak benne használható anyagok, úgyhogy azokat majd fel fogom használni, de a lényeg az, hogy csináltam magamnak egy kis jegyzetet, ami alapján végig fogok menni ezeken a kérdéseken, amiket én ki akarok tárgyalni. Na szóval, az első kérdés az az, hogy miért BMW? Maga a motor az, hát ugye nem kicsi, ahogy látszik, most csak azért van ennyire földobozolva, mert kijöttem csinálni róla egy videót, egyébként nem szoktam három dobozzal közlekedni. Én a topkészt annyira nem szeretem, hogyha én elmegyek akár egy egyhetes vagy hosszabb túrára, én a két oldal dobozba beférek, tehát nekem nem kell igazából sok hely, de ennyi hely az viszont kell, mert a kevesebb hely az meg nem elég, ugyanis én ugye viszem a technikát magammal. Szóval maga a motor az 269 kg forgalmi szerint, ez az Adventure verzió, a sima GS az nem is tudom, az valamennyivel könnyebb, nyilván az 239 vagy 240 valahány kiló lehet. Én kifejezetten az Adventure-t kerestem, mert nekem ez tetszik és kész. Nyilván ez nehezebb, ez magasabb, de nekem akkor is ez tetszik. Na most, amit tudni kell még róla, hogy ez a 269 kiló, ez ugye a száraz súlya, tehát hogyha ez teli van tankóval, meg feltöltve mindenféle folyadékkal, akkor ez a 300 kilót eléri, plusz dobozok, plusz sofőr, tehát olyan 400 kiló biztos, hogy van menetkészen, és akkor még csak egy sofőrről beszéltem, tehát utas még nem ül rajta. Tehát azért fel lehet szépen pakolni. Szélesnek széles igen lehet rá mondani, mert maga a kormány is széles, viszont nem szélesebb a tankja, mint a kormány, és nagyon nézegettem már korábban is, hogyha a kormányt azt egyenesben tartom, akkor ezek a fém oldal dobozok se nagyon lógnak ki, legfeljebb max. 1 centi lehet, de nem igazán lógnak ki onnan. Úgyhogy azt kell mondjam rá, hogy így ebben a formában ez így egész kezelhető, mert ahol átmegy a kormány, ott nagyjából át fog menni maga a motor is. Nyilván magasabban ül rajta a pilóta, mint más motoron, egyenes háttal, úgyhogy ezt kell még tudomásul venni, hogy a kormány egyébként ezzel azt akartam mondani, hogy a kormány feljebb van. Na szóval, miért ez a motor? Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért ez a motor, de lehet, hogy innentől kezdve most már át fogok váltani kézi kamerára. Már úgy értem, hogy nem állványon lesz a kamera, hanem viszem magammal. Na szóval, most majd közelebb van a kamera, ezzel így jobban tudok majd kommunikálni, megmutogatni dolgokat. Szóval az első kérdés az mindig az, hogy miért ez a motor. Én úgy érzem egyébként, hogy amikor a túramotort kerestem, akkor végig is ez nekem a túramotor, tehát hogy ebben találtam meg azt, ami nekem a túramotort megjeleníti és képviseli. Mégpedig azért, mert egyszerűen valahogy az évek során sok motort kipróbáltam, és valahogy ez alakult ki nekem. Mindig valahogy a BMW R1200 GS-hez kanyarodtam vissza, hogy na, mégis csak ez kéne nekem.
Például azért, mert mondjuk nekem a Boxer Block nagyon tetszik. Nekem nagyon-nagyon bevált ennek a karakterisztikája, nagyon tetszik a hangja is. Mondjuk a V2 jobban tetszik, de egyelőre olyan motort még nem gyártanak, ami úgy teljes egészében az én igényeimnek megfelel, de ezt teszesíti meg a legjobban azt, amit én elképzeltem. Szóval a Boxer Block az nekem nagyon-nagyon tetszik, alulról nyomatékos, kéthengeres, jó a hangja, alacsony fordulatszámról is szépen megindul, nem rángatja össze-vissza a motort, meg hát ez kardános, tehát nekem a kardánhajtás is fontos volt, nyilván ezt is gondozni kell valamilyen szinten, nem úgy, mint egy láncos, de természetesen, hogyha az ember odafigyel rá, akkor nem lesz fele semmiféle problémája. És még egyszer, a megfelelő évjáratot kell a motorból kiválasztani, tehát ugye megint visszatérek arra a kérdésre, hogy akkor most mi is van ez, hogy szar a BMW? Hát szar a BMW persze, minden motor lehet szar, mert mindegyiknek lehetnek hibái, stb. Van például olyan BMW, aminek az égvilágon semmilyen problémája nincs, DOHC blokkos BMW-ről még nem nagyon hallottam egyébként rosszat. Úgyhogy ennyit erről. Tehát én ezért választottam a BMW-t, mert nekem megfelel, és az elmúlt 20.000 km tapasztalat alapján azt kell mondjam, hogy teljesen bevált, például nincs semmi olyan probléma vele, hogy úristen, mekkora szervizköltségek vannak. Nincsenek egetverő szervizköltségek. Teljesen, mik vannak itt, szállnak a levegőbe. Szóval egyáltalán nem kell őrületes nagy összegeket otthagyni a szervizben, nem feltétlen. Jó, nyilván aki új motort vesz, az ugye beviszi a Wallisba, a garancia miatt azt oda kell vinni. Viszont, hogyha valaki fogja magát és utána elviszi mondjuk egy magánszerelőhöz, ahol pedig vannak nagyon jó magánszerelők, szóval akkor ugyanúgy meg fogja kapni azt a gondoskodást a motorja, és ki fog menni a világból. És kész, ennyi. Nem kell vele különösebben foglalkozni. Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy egy motor nem létezik az, hogy egy motor mindenre jó. Ez se jó mindenre, de nagyon sok mindenre jó. És ugye nekem kialakult a hosszú évek során az, hogy nekem ez a túrázás az, ami engem megfog, és én nem sportmotoron akarok kuporogni, meg kézen állni. Nekem ez valamiért ez a túraendúrós dolog, nekem ez jött be. Nem vagyok egyébként egy nap terepre való ember, mert nem is nagyon szoktam terepen közlekedni vele, de hát ugye nem is kell elmondani, hogy a BMW-knek, főleg azon belül a GS-eknek a piaca, az nem igazán már a terepmotorozás, hanem igazából az aszfalton való motorozás. No, szóval ezért lett BMW. Ráadásul van egy nagyon jó BMW szerelő itt a környéken, és akihez országos szinten hordják a BMW motorokat, rendkívül megbízható, de róla még majd lesz később szó. Miért GS-a? Tehát, hogy miért GS és miért GS Adventure? Ugye a Triple Back kiadásnak látszik az, hogy a szöghajtás, a kardán alagút, az ilyen sötét szürkére, vagy középszürkére van lefényezve, és ugye fekete rajta minden, végvilágon, az első teleszkópok is feketék rajta, és ugye amiben különbözik még az, hogy vannak itt ezek a kisegítő lámpák, ezek a ködlámpák, nagyobb a tank, ugye 33 litert mondanak, hogy 33 literes a tank. Megmondom őszintén, én még annyit nem tudtam beletankolni, egyszer volt olyan, amikor úgy mentem be a kútra, hogy valami 20 kilométert jelzett még nekem megtehető kilométernek, és akkor is valami 30 liter, 30-31 liter ment bele, tehát igazán nem tudom, hogy a 33 litert az hogyan számolják, vagy a fedélzetei kompjúter nem tudta pontosan kiszámolni, hogy mennyi van még hátra belőle. Szóval maga ez a Triple Back kiadás még abba különbözik a hagyományostól, hogy maga a szélvédő ez nagyobb, szélesebb, és van itt ez a kis kézterelő, vagy ez a szélterelő, ugye, amit a kéznél vezeti el a levegőt, és hát igen, meg itt van ez a bukócsövezés, amit én már nyilván kipróbáltam, tehát nekem már sikerült azért a motor mindkét oldalát bepanírozni, és tényleg most jut eszembe, hogy mind a kettőt felvettem, forgott a kamera éppen akkor, amikor mind a két oldalra eldőttem vele, úgyhogy olyan embernek, aki tartalmat gyárt a YouTube-ra, nem is kívánhat jobbat, mint hogy amikor elesik a motorral, akkor az legyen felvéve kamerával. Na hát nekem sikerült fölvennem mind a kettőt. Na most így ennyi volt hirtelen ez a
királydűlő látogatás. Sikerült megállnom egy olyan helyen, ahol kicsit így lefele lejt. A másik oldalon meg pont rajta volt egy kövön a lábam, és így a motort leraktam ide. Maga a motor az magas, mert 800, ha jól tudom, tehát gyárilag két állása van az ülésnek. Van az alacsony, meg a magas állása az ülésnek, és 890 azt hiszem az alacsonyabb, és 920 talán a magasabb. Na mindegy, ezeket az adatok, ezeket nem tudom pontosan. A lényeg az az, hogy én 180 centi vagyok, én egyébként leértem a gyári ülésről is, mármint hogy a teljesen gyári ülésről, viszont azt hozzá kellett tennem, hogy voltak olyan élethelyzetek és forgalmi helyzetek, amikor nem lett volna elég az, ahogyan én onnan leértem a lábammal egy kicsit úgy pipiskedve. Tehát igazából nekem ez az alacsonyított ülés kellett rá, és hát azért annyit el kell mondani, mint ahogy látszik is, hogy ez jelentősen ki van alacsonyítva. Tehát a jelentős az 5 centit jelent egészen pontosan, tehát ez 5 centi eltérést jelent a gyárihoz képest, viszont az látszik, hogy ilyen mélyített az egész, kicsit ilyen kagyló a formája az ülésnek, és éppen ezért hát hosszú távon ez nem a legkényelmesebb. Emiatt amúgy az új folyadékhűtéses, amit egyszerűen csak ugye vizes GS-nek hívnak. Tehát ez a folyadékhűtéses GS már jobban meg van csinálva, ugyanis alacsonyabb az egész ülés. Tehát például az 1250 GS-ának a teljesen gyári üléséről tökéletesen leér a lábon, úgy, mint erről. Tehát ez egy kicsit rosszul esik. Meg mondjuk abban már van tempomat, meg van benne kormánygátló. És apropó kormánygátló, a motornak az építése miatt előfordul az, hogy nagy tempónál, például autópályán alákap a szél, és hát nekem volt már olyan, hogy német autópályán 170-es tempónál alákapott a szél, és úgy megemelte egy picit, úgyhogy elkezdett citálni a kormány. Hát nem éreztem magam olyan túlságosan boldogan akkor, de akkor úgy sikerült szépen lenyugtatni a motort, aztán ez még egyszer kisebb mértékben előfordult, és akkor kész, utána annyira nem erőltetném ezt a dolgot. De nyilvánvalóan, hogyha a hátulja le van terhelve, az eleje pedig felfele áll, hát akkor sajnos ez lesz belőle, úgyhogy itt nincs más megoldás. Be kell szerezni egy kormánygátlót, de hát ezen ugye gyárilag nincsen kormánygátló beépítve, és nem is nagyon lehet, hogyha jól látom. Szóval maga a motor az nekem amúgy külsőre tetszik, főleg ebben a triple back kiadásban. Kényelmesnek kényelmes, nagyon jól kezelhető. Motoroztam én már ezzel rengetegféle körülmény között. Nyilván terepre nem annyira jó kimenni vele, mert hatalmas a súlya, meg hát ahhoz megfelelő gumik kellenének, úgyhogy azt a terepezést azt például nem erőltetném ezzel a motorral, de bóják között is keveregtem már vele, alacsony tempónál, voltam kint autópályás, versenypályás tréningen is, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen jól kezelhető minden körülmények között. Ezért lett GS-a, nekem ezek nagyon tetszenek, sokkal jobban tetszenek, mint a sima GS-ek, egyszer nekem jobban bejön, próbáltak róla lebeszélni, hogy ne GS Adventure legyen, csak sima GS legyen, mert az jobban kimotorozható, meg jobban leér róla a lábam, meg stb. Így van. Igazuk van, én nekem mégis ez a becsípődésem, úgyhogy hát ez már így alakult, és ez így is fog maradni. Nézzük a következőt, miért DOHC, tehát hogy miért ez az évjárat? Ez ugye 2012-es 6. havi, amit én használok, ez az utolsó évjárat ezeknek a légolajhűtéses BMW-knek, vagy GS-eknek. Annak is a Triple Black kiadása, ami ráadásul külön megint a szívem csücske, hogy ez egy ilyen nagyon fekete, sötét motor. Én nekem egyszerűen ezek tetszenek is kész. Szóval miért DOHC? Hát például azért lett DOHC, mert ezek azok a motorok, amikkel úgymond a legkevesebb probléma van. Nincs még benne annyi elektronika, hogy agyonvágja az egész motornak a szervizelését, használatát. Tudom, hogy akik most az újabb BMW-ket használják és tele van elektronikával, azok fölhördülnek, hogy atya úristen, milyen hülyeséget beszél ez.
De valahogy én még hiszek abban, hogy minél kevésbé bonyolult valami, annál egyszerűbb használni, annál kevesebb a hiba lehetőség benne. Értem én a fejlődést, meg a modernizációt, hogy egyre erősebb motor kell, meg egyre komolyabb, meg komfortosabb, meg tudjon már minden csiribirit a motor, de én valahogy megragadtam itt ennél a pontnál, hogy számomra egyébként ez így ebben a formában megfelel. Szóval azért lett DOHC, mert ugye a BMW-k, a GS-ek, azok 2004-ben jelentek meg az 1002-es blokkal. Az 1002-es blokk egyébként már hamarabb is megjelent ebben a James Bond által használt R1002C, vagy mi volt annak a neve, az ilyen cruiseres, chopperes kinézetű valami volt, tehát azokban már az 1002-es blokk benne volt. A GS-ek azok 2004-től kezdték el használni ezt a blokkot. Finomítottak rajta, erősebbek lettek, stb. Az első évjáratok még nem sikerültek annyira jól. Ott volt, azt hiszem 2006-ban talán egy kis faceliftje ennek a GS-nek, 2008-ban biztos, hogy volt, amikor reszeltek rajta, és 2010-ben érte el ezt a jelenlegi állapotát, amikor is egy dupla vezérmű tengelyt kapott, és akkor emiatt lehet, hogy a DOHC az elnevezés, az, ami a szelepfedélen is látszik, hogy melyek a 2010 utáni DOHC blokkos verdák. Ezek két évig voltak, illetve egy kicsikét tovább, mert például a sima R-t ugyanezzel a blokkal, azt hiszem 2013-as vagy 14-es modellek is vannak belőlük, tehát még szerelték később is őket. Én most így visszagondolok rá, hogy nekem mit kellett vele mondjuk szenvednem, vagy mit kellett szervizelni, és a normál szervizeken kívül semmit nem kellett vele csinálni. 70 ezer kilométerrel vettem meg, most van benne közel 100 ezer kilométer, és gyakorlatilag nem kellett különösebben csinálni vele semmit. Tehát nem volt benne semmi olyan rendkívüli kiadás, ami a szokásos, szükségszerű szervizelést meghaladta volna. Jó, az más kérdés, hogy én rakadtam bele olyan rugókat, amik progresszív rugók, meg le lett cserélve mondjuk a kipufogó, és kész, ennyi. Szóval ezért lett DOHC, mert egyszerűen ezekkel van viszonylag a legkevesebb gond, és eddig nekem legalábbis nagyon bejött. Hogyan vettem? Na, ez egy jó kérdés, mert ezt is többen kérdeztétek, hogy miért nem csináltam videót arról, hogy én ezt hogyan vásároltam meg. Hát éppen, ha nagyon akartam volna, lehetett volna róla a videót csinálni, de az körülbelül egy olyan 2 perc lett volna, ugyanis ahova én már az 1150-emet, tehát a kisebbik BMW-t is hordom, ahhoz a szerelőhöz, ő pedig Gellé Józsi, és neki tényleg nagyon köszönöm minden közreműködését, mert rendkívül meg vagyok vele elégedve, és nagyon remélem, hogy még sokáig tudok hordani hozzá BMW-ket. Szóval őt ismertem már korábbról, és ő neki azért már mondtam, hogy engem milyen motor érdekelne. És például ő volt az, aki azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy nekem az Adventure kéne, hanem a sima GS kéne. Természetesen nem hallgattam rá, de egyelőre én még nem bántam meg ezt a döntésemet. Úgyhogy tudom én, hogy csak jót akart nekem, de hát nem mindig hagyom én magam rábeszélni dolgokra. Viszont erre a motorra hagytam magam rábeszélni, nem is kellett ön nagyon rábeszélni. Egyszer csak csörgött nekem Józsi, hogy itt van nála egy motor, és mivel Józsi már korábban is ismerte ezt a motort, tehát szervizelte már, ugyanis a korábbi gazdája hordta hozzá, ezért ismerte minden porcikáját, és nyugodt szívvel merte ajánlani. Úgyhogy kiérkeztem, a motort be se indítottuk, rá se ültem, nem is mentem vele egy métert se, mert hogyha Józsi azt mondja, hogy rendben van, akkor rendben van. Szóval ott azonnal megállapodtam a tulajdonossal, egymás kezébe csaptunk, és kész. Ennyi volt a motorvásárlás, szóval itt nem volt olyan, hogy én elkezdem tüzetesen átnézni a motort, hogy itt mi van, ott mi van, hogy van. Nem. Tehát, hogyha egy számomra ilyen ember, mint Gellé Józsi azt mondja a motorra, hogy az rendben van, akkor rendben van, és azt meg fogom venni, és kész. Úgyhogy a motorvásárlásom az így zajlott. Utána, amikor már lepapíroztuk meg, stb., akkor ültem rá először a motorra, próbáltam ki, de hát abszolút nem volt semmi problémám vele. Mondjuk egy dolog azért volt, mégpedig az, hogy a GS tulajok között azért elég sok az az ember, az a sofőr vagy tulajdonos, aki hát ugye az idősebb korosztály képviseli, és ők már nem rángatják annyira a szarvát a motornak, és ezt nem azt mondom, hogy minden áron üveghangon kell pörgetni, és folyamatosan úgy kell közlekedni egy motorral. Viszont néha napján azért nem árt, hogyha ki van kormolva rendesen az ablak.
És ennél a motornál nem volt annyira kikormolva rendesen, úgyhogy az első időszakban még éreztem azt, hogy valahogy nem úgy veszi a gázt, mint például az egyik barátomnak a GS-e, ami ugyanilyen DOHC blokkal szerelt, amit már vezettem sokat, és az például sokkal ugrósabb volt, tehát sokkal jobban ugrott, sokkal jobbak voltak a gázreakciói. Na most ez a motor, ez egy kicsit idézőjelbe teszem, hogy lomha volt, tehát ki kellett kormolni, és akkor onnantól kezdve már szépen vett mindent. Na, a pakolhatóság volt még egy nagyon-nagyon fontos dolog nekem, ugyanis nekem fontos az, hogy legyen helyem, tudjak hova pakolni. Megint vannak olyanok, akik szerint ez megöli az egész motorozást, mert ugye egy kis hátitáskával el lehet menni egy hosszú hétvégére kirándulni, ez így is van. Egyébként alapvetően nekem sem kell több cucc egy hosszú hétvégére, hogyha most csak a ruházati részét nézem, mint egy kis hátitáska, csak ugye én úgy döntöttem, hogy viszek magammal technikát, tehát drónt, fényképezőgépet, kamerát, stb. Tesztlasztamaszt, és ez viszont elveszi a helyet. Viszont az tény és való, hogy mondjuk akár egy kéthetes túrára nekem elég a két doboz, én a topkész nem szeretem. Tudom, hogy praktikus, de én egyszerűen herózot kapok tőle, én nem nagyon szoktam használni. Szóval a két oldalsó dobozba én be tudok pakolni mindent, ami nekem szükséges. Úgyhogy én azzal nagyon jól el vagyok, és nyilvánvalóan a kocsik közötti előre óvakodásnál, hát ott figyelni kell, és kész. Nem tudok én sem mindenhol elmenni, ez van. Erő, fogyasztás. Na hát most a fogyasztást az elején még nézegettem, hogy körülbelül mit eszik egy ilyen motor. Na most, hogyha az ember nem bántja és kényelmes rocktempóba közlekedik vele, akkor mit tudom én, egy ilyen 4,5 liter kb. Annyival el lehet menni, el lehet közlekedni. Ha az ember meg cibálja neki az autópályán, akkor 8-9 litert is megeszik. Az ereje az elegendő. Én nyilván egyedül közlekedek, tehát zömében egyedül közlekedek, és ahhoz nekem bőven elegendő, megpakolva, anélkül, teljesen mindegy, teljesen jól megy. Na most, hogyha két emberrel full megpakolva hegynek föl, hát ez a 110 lóerő, meg 110 Nm, ez nem tudom, hogy elegendő lesz-e. Én még ezt annyira nem próbálgattam, akkor biztos, hogy sokkal jobban kell pörgetni, mert így egyedül, ahogy használom, alacsonyabb fordulatszám tartományokban is nagyon jól elmegy. Tehát emiatt egyébként a későbbi, tehát az újabb GS-ek ezekkel a 125 lovas vagy 136 lovas változó szelepvezérlésű blokkokkal, ezek biztos, hogy sokkal jobban mennek, hát sőt, tudom, hogy jobban mennek, mert kipróbáltam őket, tehát vezetem az 1200 folyadékhűtésest is, meg az 1250-t is. Ha erre odafigyelünk és megkap mindent, akkor ebben az esetben kimegy a világból, mint ahogy vannak ilyen videók a neten, sőt, hát ugye Magyar Portál is csinált már olyan videót, ahol ilyen 200-250 ezeret futott ilyen BMW-kről volt szó, és hát Gellé úgy is ugyanezt mondta nekem, tehát hogy ez ki fog menni a világból, hogyha megkap mindent. Úgyhogy ennyi a BMW-nek a bemutatása, és itt van még ez a bukózsak, ezt most vettem. Marhára tetszik, nagyon-nagyon jó. Meg is mutatom. A lézer, igen, ugye lézer, a bukósisak márkája, és nekem valamiért nagyon-nagyon bejön, szerintem ezt majd a kisebbik BMW-n fogom használni. Nagyon szép, igényes egyébként, el vagyok ájulva tőle, hogy mennyire szép és igényes a kivitelezése. A lézer úgy fogalmazza meg, hogy ez valamilyen kompozit anyag, de szerintem egyébként ez túlnyomó részt termoplasztik héj lehet, viszont gyönyörű varrás van benne, a belsejének a varrás az egyszerűen elképesztően szép. Ilyen kis retro dizájnnal van még vagy két szín, amit csinálnak, és mindösszesen 40 ezer forint, szóval hát majd jövőre kipróbálom és jövőre fel fogom avatni, hogy mi lesz. Na, jó, szóval ennyit erről a BMW-s témáról. Lehet, hogy majd az 1150 erről is fogok csinálni egy videót, de az már megint józsinál van, mert egy kicsikét megint akarok rajta alakítani. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Motorozzatok sokat, de ésszel. Majd nem sokára, mert szinte mire ez adásba kerül, addigra meg már hamarosan jön a szezon. Szevasztok!